Nincsenek egyszerű helyzetben idén a horgászok. Ugyanis Tolna vármegyében is drasztikusan megemelkedtek a halárak. A 22-es év aszályos időjárása miatt a sok éves átlaghoz képest ebben az esztendőben csaknem 30%-kal kevesebb halat tudtak előállítani az erre szolgáló létesítmények. Ez leginkább a kelet-európai régiót érinti, és érdekes módon leginkább a ponthalfajt. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a kereslet nőtt, azonban a kínálat azt nem tudta kielégíteni, és ebből adódóan ez is hozzájárult ahhoz, hogy a halárak drasztikusan megemelkedtek. A másik ok az pedig a takarmányár emelkedés, az energia, illetve a munkabér növekedése volt. Mindez azt jelenti, hogy míg 2021 őszén 1 kg piaci ponty tóparti ára nagyjából 800 forint volt, ehhez képest 2023 tavaszán már eléri az 1600 forintot. Az idei évi tavaszi haltelepítést úgy tudtuk mi is megvalósítani, hogy már tavaly ősszel lefoglaltunk egy bizonyos halmennyiséget, és ezt raktuk most szét tavasszal a halgazdálkodási vízterületeinkbe. A haltelepítés azok folytatódni fognak, a következő telepítés az a süllő, tehát ragadozó halak, a süllő és a csuka telepítése lesz, majd pedig az előző évi gyakorlatot folytatva, június végén már az idei friss pontból szeretnénk a telepítéseket elvégezni, és ezt az év több hónapjára szétosztani. A pecásoknak azonban nem kell aggódni, hogy lesz-e kapás. Tavaly ősszel és kerültek éhezésre nagyon mennyiségű pontyok, főként a vízterületekbe. A nagyobbik probléma egyelőre az, hogy az időjárás nem kedvez a horgászatnak. Nem indult még el úgy a halak táplálkozása, mint ahogy már a tavalyi évben ilyenkor táplálkoztak. Balog Attila elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel a TOHOSZ mintegy 20%-kal megemelte a területi jegyek díját. De még így is nagyon nehéz lesz az idei év, ezt úgy látjuk. Nagyon sok horgász szervezet az országban úgy próbálja a spórolást véghez vinni, hogy visszavesz a hal telepítés mennyiségekből, illetve az elviheti mennyiségekből próbál egy kicsit lefaragni. Mi ezt semmiképp nem szeretnénk, mi az előző évekhez hasonlóan akkora mennyiségű halat mindenképp szeretnénk a vizekbe betelepíteni, sőt, hogyha tudunk, emelünk is rajta, de ez majd kiderül. Az elmúlt évek okszerű halgazdálkodásának köszönhetően a halfauna természetes szaporulata egyre inkább növekszik, tehát egyre több kisméretű szaporulat van a vizekben, és ebből kifolyólag úgy döntöttünk, hogy az idén a ponthalfajat tekintve próbálunk inkább a piaci méretű pontyokra összpontosítani, tehát minél nagyobb mennyiségben, sőt a telepítések 90%-ában fogható méretű halakat szeretnénk a vizekbe helyezni a horgászok örömére. A magas árak miatt a Tolna Vármegyei Szövetség a rapsicokra is felkészült. Felmerült az is, hogy valószínűleg ebből a drágulásból adódóan egyre többen próbálnak majd jogosulatlanul eltulajdonítani halakat, és erre is fel vagyunk készülve, mind a halőri kollégák részéről, mind pedig az egyéb szervek is próbálkoznak ezen segíteni.